Mese a grafikonról. Réges régen, amikor még nem is éltél, volt egy világszép Csiha királylány. Amikor a hercegnő eladósorba került, Csihaország királya lovagi csiha csúszó versenyt rendeztetett, az első két helyezett Csusszogi és Csisszegi lettek. Ők versenyezhettek a gyönyörű Csigaviga király kisasszony csúszó talpacskájáért és a fele királyságáért. Azért, hogy nagyobb iramra ösztökéljék, biztassák a két versenyzőt, a királyi főkamarás mutatott egy kördiagramot a király kisasszony hozományáról. Te is nézd meg alaposan, és segíts a sportolóknak a válaszadásban. Melyik növényből van a legtöbb? Igen, igazad van a káposztából, hiszen a káposztának a legnagyobb a szelete. Melyikből van a legkevesebb? Így igaz, az eperből. Meg tudod mondani, hogy hány saláta lesz a jutalom? Sajnos én se tudom megmondani. Itt csak annyit láthatunk, hogy milyen mértékű az egészből való részesedés. Nyilván tudnunk kellene, hogy hány darabos a teljes mennyiség. Ez a diagram nem hozta lázba sem Csisszegét, sem Csusszogét. Ezért a főkamarás elküldte a kincstárnokot, hogy hozzon egy oszlopdiagramot a készletről a bajnokoknak. Meg is érkezhet az oszlopdiagram. Na, erről már könnyen leolvashatták, hogy hány darab káposzta lesz a palota spájzában. Szerinted hány darab? Igen, úgy van, 10 darab. És hány fej saláta jár Csigabigával? Igen, 7 fej saláta is jár vele. Mennyi alma lesz a kamrában? 8 alma lesz a kamrában a szekrény tetején. Hány eperből tud lekvárt főzni a király kisasszony? Igen, 3 eperből. Melyikből van a legtöbb? Persze, hogy káposztából. És melyikből van a legkevesebb? Igen, az eperből. Azt ugyanis egyedül a királylány fogyasztja. Na hát, ez az oszlopdiagram már sokkal jobban felcsigázta a két versenyző érdeklődését. Eljött az éjszaka, Csusszogi és Csisszegi csipkés levelű salátákról, valamint kerekkáposztákról álmodoztak, és alig várták a hajnalt, hogy elkezdődjön a verseny. Pitymallatkor harangvirág szóra indult a verseny. A két kiváló versenyzőre hatalmas távolság várt. Szerencsére hosszú távcsúszók voltak, és sokat edzettek erre a versenyre. Az egész csiga nép elborzadva horkant fel, amikor bemondták a hangos bemondóba, hogy néhány óra alatt 6 verébugrásnyi távolságot kell legyűrniük. Mekkora bajnokok! Népünk kiválóságai, büszkék lehetünk rájuk, mondta a többség. Ezt egy nap alatt nem lehet véghez vinni, mondták a pessimista, hitetlenkedő csigák. Egy dologban azonban mindenki egyetértett. Ez az esemény az évszázad versenye lesz. Az udvari bölcs grafikonon örökítette meg az esemény menetét. Ránk már csak a grafikon maradt örökségül. Kérlek segíts megfejteni, hogy mi is történt azon a versenyen. Látod, a sárga nyíl mutatja az idő múlását, a zöld nyíl pedig a távolságot méri, verébugrásban mérve. Tudod, Csigaországban ez egy olyan nemzeti mértékegység, mint az embereknél a kilométer. Na meg az sem csigától való, hogy aki ugyanannyi idő alatt több utat tesz meg, az gyorsabb, az nagyobb sebességű. Csiszegi grafikonja lila színű, Csusszogi grafikonja pedig krémszínű lesz. Csilingelt a harangvirág csengettyűje. Ettől kezdve minden órát annyi kondulással jelez majd, ahány óra elmúlt. Indul a verseny. Úgy látom, Csiszegi jobban rajtolt. Te is úgy látod? Igen, ügyes vagy. Eltelt egy óra, és Csusszogi már 1 verébugrásnyit csúszott. Micsoda hatalmas tempó! Mit gondolsz, Csisszegi mekkora utat tett meg? Jól látod,
fél verébugrásnál tart, ami nem rossz teljesítmény egy éti csigától. Jaj, nézd most, mi történik, nem hiszem el. Csuszogi leült, kivette a házikójából a káposztáját, és falatozgat. Egy egész órán keresztül majszolgatott. Ki hallott már ilyet? Oda néz, Csiszegi utolérte Csuszogit, aki most kapott a szeme tapogatójához, hogy másznia kellene tovább. Csiszegi meglátta a káposzta levél darabkáját ellenfele szája szegletébe, és rájött, hogy borzasztóan megéhezett. Hátra nyúlt a háti házába a vegyes salátájáért, és megállt a szívverése. A startnál felejtette az egész tál hamuba sült salátáját, azt, amit az édesanyja csomagolt neki. Szegény Csiszegi, lelki szem előtt megjelent a hozomány oszlopdiagramja és az egész tál vegyes salátája. Mit csináljak? Hogy is szól a csigák közmondása? Megvan. Amit ma megehetsz, ne halaszd holnapra. És visszafordult. Egy óra alatt visszacsúszott a rajtvonalhoz. Roham tempóba fél óra alatt megette az elemózsiájának a nagy részét, a maradékot bedugta a háti házába, és jólakottan iramodott Csuszogi után, aki immáron több mint hány verébugrást tett meg szerinted? Úgy van, több mint három verébugrást. A csigák népe lélegzett visszafolytva figyelt. Másfél óra alatt utolérte Csuszogét. Ez egy táltos csiga, suttogták a csigák. Lehet, hogy doppingszert tette az ételébe az édesanyja? Nem tudni. De az biztos, hogy ötöt gondolt a harangvirág, és Csuszogi utol lett érve. Csiszegi halálosan elfáradt, ráadásul ismét megéhezett. Egy éti csiga rosszul tűri az éhséget. Üsse csiga elővette a maradékát, és nekiállt eszegetni. Hatot ütött már az óra, mikor rájött, hogy Csuszogi megint megelőzte. Bizony Csuszogi a hat verébugrást megtette, szerinted hány óra alatt tette meg? Igen, 7 óra alatt. Csiszegi egy kicsit később ért a célba, így Csuszogi élet csigabiga és az ő hozománya. Fél országra szóló lakodalmat tartottak, a mesének is itt a vége, Csusszel véle.